Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz, mert már a novembernek is vége van. Mindjárt vége 2019-nek. Úgyhogy nézzük, hogy milyen könyveket sikerült kiolvasnom ebben a hónapban. Most kivételesen itt, ahogy láttatok, is kupac kicsit több, mint az elmúlt időszakban, de amúgy tartalmilag annyira nem. És nem sorrendben fogom mondani, mert fogalmam sincs, mi volt a sorrend. Az első könyv, amit sikerült kiolvasnom a hónapban, az Rick Riordantól a... mi ez? Csontlabirintus, ami a 39 kulcs sorozatnak az első része a 10-ből. És hát Rick Riordan írta, Rick Riordan a kedvenc szerzőm, szóval tetszett, és igazából a 39 kulcsnak úgy van, az, tehát a sorozat úgy van felépítve, hogy minden részt más írt. Szóval ez ilyen kérdéses, mert érdekelne tovább a történet, de nem tudom, hogy mások milyen stílusban írták meg a könyveket, és most nem tudom, hogy elolvassam-e tovább, mert amúgy nagyon érdekes, és olyan Percy Jackson feeling-szerűsége meg volt a dolognak, amit én ugye nagyon szeretek, meg olyan könnyen, gyorsan olvasható volt és élvezhető, de most nem tudom, hogy szeretnék-e megint egy 10 részes sorozatba belevágni, vagy sem. Egyébként így azért is szerettem volna ezt a könyvet elolvasni, mert el szeretném olvasni az összes Rick Riordan könyvet, és hát ugye abban ez is beletartozik. Második könyv, amit szintén a hónapban olvastam ki, ez Rupika úrtól a Tej és méz, ez egy ilyen modern verses kötet, azt hiszem, mert ilyen nagyon kötetlen típusú versek voltak benne, szóval azt hiszem ez az. Meg akkor ide veszem gyors, mert elolvastam tőle a Nap és az ő virágait, magyar cím, sose tudom őket. Szóval ezt a két verses kötetet így elolvastam most a hónap végén. Igazából nekem a Tej és méz jobban tetszett, mint a másik, The Sun and Her Flowers, mert ezt előbb olvastam, és nézegettem ezekről a könyvekről ilyen véleményeket, és nekem valahogy az szűrődött le, hogy igazából nagyon sok embernek nem tetszett ez, most a Tej és mézre gondolok, mert annak néztem meg az értékeléseit majon. Szóval nagyon sok embernek nem tetszett, tehát ilyen két csillagokat adtak rá. Mert hogy modern versek, meg ilyen klisés dolgok vannak benne. Amivel igazából részben egyetértek, hogy tényleg ilyen... vannak benne olyanok, amik így persze evidensek, de szerintem ez a két könyv tipikusan olyan, hogy akkor tudod igazából értékelni, ami bele van írva, amikor olyan hangulatban vagy, amihez passzolnak azok a versek, ha pedig nem, akkor inkább ilyen meh lesz az egészre a véleményed, mert amíg a Tej és mézt olvastam, addig teljesen olyan hangulatban voltam, hogy így az összes vers kb. Pofán csapott, amikor meg már a Nap és az ő virágait olvastam, igen, ez a címe talán, akkor pedig már kevésbé voltam olyan hangulatban, és csak egy-két vers volt olyan, hogy így mélyebb benyomást tett rám, a többi meg olyan volt, hogy csak így átfutottam rajtuk, mert annyira nem ért el különösebb hatást nálam, úgyhogy egymás után olvastam a két könyvet, és teljesen más hangulatban voltam, amikor olvastam őket, úgyhogy ebből is látszik, hogy teljesen másként értékeltem a kettőt. Mert erre 5 csillagot adtam, erre pedig majd 3 és felett, amíg Goodreadsen 4 lett, mert fel-fel szoktam kerekíteni. De egyébként teljesen jók voltak, szóval ha valaki ilyen depisebb hangulatban van, akkor egyébként teljesen jók ezek. Főleg a Tej és méz, az teljesen... Azt nagyon jókor olvastam én kifejezetten, megfelelő hangulatban. Emlegettem valamit, hogy talán a múltkori összegzésemben, nem tudom, hogy most már szakirodalom is bele fog kerülni. Ez a két csodálatos könyv. Az egyik a könyv története, a másik meg a könyvtárosok kézikönyve 2. Igazából nem végigolvastam őket, mert nem kellettek végig. Szerencsére. Főleg ez egy katasztrófa, de ezt a saját tanáraim is állítják, úgyhogy legalább nem mondok semmi rosszat ezzel, hogy ezt mondom. De hát muszáj volt, mert szakirodalom, aztán próbáltam jobban megérteni az anyagot, azt nem mondom, hogy ment is, de elolvastam mindkettőből nagyjából azokat a részeket, amik kellettek. És most fejeztem be őket, elkezdtem őket még szeptember elején, úgyhogy csak próbáltam úgy olvasni, hogy az anyaggal haladtunk, hogy hát ha jobban értem, de majd kiderül, hogy ez be is jött el, mert mindjárt vizsgai időszak, és
és majd meglátjuk, mi lesz. Az utolsó könyv pedig, amit a hónapban kiolvastam, ez a nagyon aranyos kis gyerekkönyv, amit a Somnis kiadótól kaptam, mert ez pedig Balogh Krisztinától a Világalakító. Ebben ilyen rövid kis állatmesék vannak. És így mutatom is, már kicsit egyszerűbb. Szóval ilyen kis rövid állatmesék vannak, tele van színes rajzokkal, és hát ez egy ilyen gyerekfoglalkoztató könyv, de azért nem estem még neki színes ceruzával, de amit neki lehetett volna, mert vannak benne színezők, meg ilyen mindenféle foglalkoztatós dolgok, és irtózatosan cuki, és nagyon helyes kis illusztrációk is vannak benne, és nagyon tanulságos kis történetek, úgyhogy ez a könyv, én nem is tudom, hogy ez milyen korosztálynak való, de én is élveztem, 19 évesen élveztem ezeket a másfél-két oldalas kis sztorikat, úgyhogy teljesen jó volt, de gyerekeknek ezt nagyon ajánlom, mert nagyon aranyos. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kiadónak, hogy ezt elküldte nekem. Én ezeket a könyveket olvastam ki novemberben, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.